Próba. Ennyi? Jó, hát akkor én elkezdem, nem baj, lemaradnak az elejéről, semmi baj. Jó, tehát én is bemutatkoznék, mint Pierre, én Jurkovics Mónika vagyok. Cél van odaírva, de cél-vel elépsük. Én most pillanatilag első éves PhD hallgató vagyok a Szegedi Tudományi Egyetemen. És hát egy ideje már elkezdtem foglalkozni ezekkel a klasszikus és kettes típusú cefeidák kinematikájával. Ami cím az azt akarja, a kinematika, ez tulajdonképpen csak annyit akar, hogy tehát spektroszkópiai vizsgálatokkal, témavezetőmmel együtt megpróbáltuk megállapítani, hogy meg lehet-e különböztetni a két típust egymástól. Jó? Nézzük, hogy lássuk, hogy hol tartunk. Nem kell megriadni, hogy még mindig nem fejezte be. Jó, tehát lesz. Röviden cefeidákról, miért fontosak, ugye a periódus fényesség reláció. Egy picikét a pulzációról, az inkább ilyen kis szép lesz, színes. Jó. Minden. Röviden cefeidákról, miért fontosak, ugye a periódus fényesség. Modell számítás utána a konkrét méréseket és az eredményeket, amiket kaptunk, és a konklúzió helyett majd megint csak egy ilyen szép kis pár kép lesz. Jó, tehát cefeidákra általánosan, hogy tudjuk, hogy ezek pulzáló változó csillagok, változtatják a fényességüket, változtatják közben a hőmérsékletüket, változik közben a méretük, és változik a radiális sebességük is. Azt hiszem, hogy a méretváltozást már sikerült konkrétan megfigyelni, tehát nem csak számításokból, hanem konkrét megfigyelésekkel is sikerült már kimutatni. Felosztás, tehát a cefeidákat ugye osztjuk klasszikus, meg kettes típusú cefeidákra, és akkor azok még osztódnak. Itt van egy kis ilyen, nem is van félrevezetés az elnevezésekben, de lényegében tehát így osztódnak tovább, illetve hát itt a kettes típusok, ugye a BL Herculis, Szelé Jürginis, RV Tauri. A klasszikus cefeidáknál ez egy nagyon tipikus fénygörbe, ez a delta cefei fénygörbéje. Ilyen sárga-vörös óriások, első populációs objektumok, a tömegük az 4 és 5 naptömeg között van, de lehet több is. A periódusuk pedig elég tág, tehát ilyen 1-től 150 napig terjed, és hát 0,1-0,6 magnitúdóig van a fényességváltozásuk. A kettes típusú cefeidáknál a legtipikusabb ugye a Velé Virginis, az az egyik névadó is. Ezek kettes populációs, bocsánat az elírásért objektumok, 1-3 magig mennek, és a periódusuk hát azért van így felírva, hogy 1 és 8 nap, illetve 8 napnál több, mert a leírni, illetve az előző a felosztásnál látszott, hogy a BL Herculis és a Velérgini tulajdonképpen az, ami ezt a két külön periódust jelzi. Hát a különbség az az, hogy itt a fénygörbében látunk egy ilyen, hát inkább mellék csúcsot. Az első csúcs képes, inkább ilyen platós-szerű valami jelenik meg a fénygörbében. Jó, hogyha különböző színszűrőkkel vesszük fel az egyes cefeidáknak a fényességét, és fázisra rendezzük a méréseinket, akkor azt látjuk, hogy különböző szűrőkben változik az amplitúdójuk. Ez a hőmérséklet változással van összefüggésben. Jó. Haladunk tovább. Tehát amit fontos tudni, ugye hát van ez a fényességmérés, akkor tudjuk, hogy a tehát a cefeidák azért vannak ilyen kiemelt szerepben, mert ugye kirajzolják a periódus fényesség relációt, külön van a klasszikus cefeidákra és külön egy a kettes típusokra, illetve a periódus fényesség reációt más típusú ilyen pulzáló változó csillagoknál is látunk, illetve hát azt kell tudni róluk, hogy a HRD-t, ez a Hertzsprung-Russell diagram, ahol a HRD-n tulajdonképpen egy ilyen instabilitási sávban vannak, és a két fő típusú cefeida az lényegében két különböző fejlődési állapotból oda kerülő csillagokból mutat ugyanolyan pulzációs, hát tulajdonképpen ugyanott vannak, tehát tulajdonképpen ugyanúgy pulzálnak lényegében. Jó? Periódus fényesség reláció néhány, tehát
ugye periódus, meg a fényesség, néhány ismert ilyen objektumból vett cefeidákra, ez tulajdonképpen a kalibráció magának, illetve hát konkrét mérésekből, a macsó mérésekből, és kirajzolódik, ezt ugye az interneten valaki rákeres, akkor nagyon érdekes, tehát minden egyes pontnál, hogyha rákattintunk, akkor kirajzolja az adott csillag fénygörbéjét is, tehát ilyen nagyon kis interaktív és periódus fényesség reláció. Tök jól lehet vele szórakozni egyébként. Jó, tehát a periódus fényesség reláció lényege, mérjük a periódust, ugye? Mérjük a fénygörbét, mérjük a periódust, ismerjük a periódus fényesség relációt, ez egy képlet, ebből periódus megmérjük, megkapjuk az abszolút fényességet, megmérjük a látszólagos fényességet, és behelyettesítjük a távolság modulusba, és ebből megkapjuk a távolságot. Ez nekünk nagyon fontos csillagászatban, mert távolságmérés ez nem egy triviális dolog. És akkor most mutatok egy ilyen szép kis mérési eredményt. A Hubble Space Telescope készített az M100-ról egy felvételt, ahol a az ott látható kék pont tulajdonképpen egy cefeida változó csillag, mert rögtön felnagyítják, és ebből kapott távolság az 56 millió fényé plusz-minusz 6 millió. Erre azt mondták, hogy nagyon pontos távolság meghatározás. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor ez a talán legtávolabbi kimért távolság, ebben nem vagyok biztos. De ez egy lényeges eredmény. Na? Jaj, megint rossz irányba mentem. Most nézzük egy picikét a pulzációt. Tehát attól, azt mondtam, hogy ugye a cefeidáknál az a lényeg, hogy ezek tehát változtatják a fizikai paramétereiket, és ebben tulajdonképpen időben azért változik a fényességük is, hogyha kicsit változik, tehát ilyen lassan, akkor kicsit változik a fényesség, ilyen nagy réteg pulzál, akkor pedig nagy lesz az ilyen tulajdonképpen az amplitúdójuk. Mindig rossz irányba megyek. Ezzel nem fogom terhelni a hallgatóságot. A lényeg az, hogy a pulzáción ilyen több réteg mozgását kell figyelembe vennünk, és ilyen ionizációs folyamatok révén, meg nyomás, meg gravitáció, meg ionizáció, meg tudom én, tehát tulajdonképpen így lehet leírni a pulzációt, csak így mutatom, hogy igen, tehát ezzel szoktunk foglalkozni. De most, amikor témavezetőmmel elkezdtünk dolgozni ezen, akkor mi egy nagyon egyszerű modellszámítást tettünk az első, tehát az egyes és kettes típusú cefeidákra. Azt feltételeztük, hogy csak egyetlen egy réteg van a cefeidában, és nézzük meg, hogy az ismert képlet alapján hogyan változik ez a réteg, tehát hogy hogyan pulzál tulajdonképpen. És itt konkrétan radiális sebességet számoltunk ebből, mert ugye azt mértük, és utána összehasonlítottuk a mérésekkel, illetve a méréseket hasonlítottuk össze a modellszámítás, ez egy nagyon egyszerű modell. Itt a paraméterek, a modell paraméterek, azok a belső réteg amplitúdója volt, az ösztömeg, az egyensúlyi sugár, a rétegvastagság, tehát ez a rétegvastagság itt, a rezgés periódusa, de azt tudni kell, hogy úgy választottuk meg a modell paramétereket, hogy az adott periódushoz ugye nem tudunk tetszőleges sugarat, illetve tömeget választani, tehát ezt mind-mind figyelembe vettük, amikor csináltuk a modellszámításokat. És azt kaptuk, hogy klasszikus cefeidáknál, tehát ez a rétegvastagság 2%. Nagyon kicsi rétegvastagságot vettünk. Most az látszik itt ezen az ábrán, hogy mit kaptunk, mint eredmény. Először is a maximális radiális sebesség különbség a periódus függvényében, illetve a maximális radiális sebesség különbség az amplitúdó függvényében. Ezek a pontok itt valószínűleg a modell instabilitását mutatják, de egyébként látszik, hogy a maximális radiális sebesség összefüggésben van az amplitúdóval, amit úgy várnánk is, hogyha ha nagyobb amplitúdóval megrezgetünk valamit alulról, akkor ott az úgy fönt az úgy elég jelentősen ki fog térni. Most a másik lényeges az, hogy itt ennél a résznél, tehát a klasszikus cefeidáknál, mintha látnánk valamilyen struktúrát, tehát így logaritmikus skálában ábrázolva, és ilyen három nap környékén így
felmegy a maximális radiális sebesség, különbség utána leesik, majd újra fel. Kettes típusú ceszeidáknál ugyanez két réteg vastagságnál lett elvégezve, tehát megint csak 0,02, illetve 0,01, nagyon pici réteg vastagságok. Itt még jobban látszik, hogy a kettes típusú ceszeidáknál ez a modell ez valami elképesztően elszáll. Tehát itt ezek mind valószínűleg értékelhetetlen eredmények, de az is látszik, hogy elég sok pont ebbe a tartományba esik, tehát a modell, ami leírja a kettes típusú ceszeidát, az nem ez a modell, amit mi használtunk, tehát mást kéne használni rá igazából. Jó, és akkor nézzük, hogy mit mértünk. A mérések konkrétan Torontóban, tehát Kanadában a David Dunlap Observatóriumban készültek, 97 és 98 során, egy 188 cm-es keszegrén teleszkóppal, itt van benne kupolába. Én nem voltam ott a méréseken, tehát nem én csináltam a méréseket, de két típusú spektrumunk volt, tehát volt egy keszegrén, meg volt egy SL, tehát lényegében az SL-nél ugye nagyobb felbontást kaptunk, és itt tehát azokat a rendeket, nem biztos, hogy most mindenki ért, hogy miről beszélek. Lényeg az, hogy tehát azokat a vonalakat, amik a légkörből számoztak, azt kihagytuk a további mérésekből, a többit pedig belevettük. És utána azt csináltam, konkrétan, hogy megvolt a spektrum, tehát ez kontinuum normált, meg tudom én, tehát minden el van végezzel, ami kell. Konkrétan a BL Herculéra fázis szerint rendezve megint csak, tehát így növekszik a fázis, akkor a ZRF nevezetű ilyen képfeldolgozó csomaggal, csomag segítségével, keresztkorrelációs módszerrel, ami azt jelenti, hogy volt egy összehasonlító spektrum, és akkor ahhoz képest megnézte a program, hogy mennyire van elmozdulva az adott, tehát a mérendő spektrumon az adott vonal, és akkor abból lehetett kiszámolni, hogy mennyi a radiális sebesség. És ezt úgy csináltuk, hogy ugye két tartományt vettünk, volt egy a H-alfa környékén, tehát magán a H-alfa környékén, és a mellette levő fényvonalakra, és akkor azt kaptuk, hogy tehát ilyen fázisra rendezett görbéken azt láttuk, hogy ekkora radiális sebesség fázisra rendezve, és miért kellett nekünk külön venni a H-alfát, meg külön a fényvonalakat a környékén? Pontosan azért, mert ez a két típusú vonal, tehát maga a H-alfa, illetve a fényvonalak nem ugyanabban a rétegben keletkeznek. Tehát, hogy nem ugyanabban a rétegben keletkeznek, és ha megnézzük, hogy hogyan változnak egymáshoz képest, akkor meg tudjuk mondani, hogy ténylegesen hogyan mozog ez a légkör. Jó? Na, hát rétegek mozgása, tehát voltak ilyen fázis diagramjaink, és akkor hát egy nagyon egyszerű eljárásot simán kivontuk a két sebességet egymásból, és abból kaptunk ilyen sebességdifferencia görbéket, illetve szemléltessem, hogy hogyan is néz ki ez a két különböző réteg mozgása egymáshoz képest, egy nagyon egyszerű kis integrálásra meg lehetett kapni. Ez nem tudományos, az inkább ilyen szemléltető ábra. Jó, és akkor ezt elvégeztük elég sok csillagra, konkrétan 19 program csillag volt. Jó, és ezt kaptuk. Tehát vettük a maximális különbséget minden egyes csillagnál, a maximális radiális sebesség különbséget. Tehát mondjuk itt ennél az ábránál a maximális értéket vettük abszolút értékben, és fölpöttyöztük minden egyes csillag maximális radiális sebesség különbségét és a periódusát. És ez a klasszikus ceszeidákra így nézett ki, illetve hogyha hozzáadtuk még a kettes típusú ceszeidákat is, mert ugye ebből próbáltuk megkülönböztetni őket, akkor arra jutottunk, hogy lényegében a klasszikus ceszeidák kirajzolnak itt egy ilyen elég szép, hát nem tudom. Tehát ebbe a tartományban ilyen jelentősen jelen vannak, ebben a tartományban nem. De a kettes típusúak viszont itt vannak jelen. Tehát érdekes. Továbbá a kettes típusú ceszeidák mutatnak egy olyan tulajdonságot, amit a modell számításukból is kaptuk, hogy itt a három periódusig itt elég jelentősen jelen vannak. A modell számításban ezt a tartományt nem vettük figyelembe, utána három napnál lecsökken, majd 10 napnál újra növekszik. Hát nem tudom, tehát érdekes. Egyébként előzőleg
Ja igen, most miért van 19-nél sokkal több pötty ezen az ábrán? Azért, mert nem csak mi mértünk ilyet, hanem mások is. És összesen 97 csillagot vettünk figyelembe, tehát 97 cefeidáról, mind klasszikus, mind kettes típusú cefeidáról volt mérés, és azt vettük figyelembe. Előzőleg ez az ábra volt rendelkezésünkre, tehát kevesebb pontunk volt rajta, és úgy tűnt, mintha meg lehetne különböztetni itt ezen a tartományon a két típust. Aztán kiderült, hogy valamiért a klasszikus cefeidek ezt a tartományt is itt kitöltik, tehát ezt itt szinte teljesen, meg itt is meggyűlt a klasszikus cefeidek száma. Ja, itt ezen az ábrán egyébként a háromszögek a kettes típusúak, a csillagok meg a pöttyök a klasszikusak. Jó, tehát látszik, hogy hát haladt a tudomány, illetve hát én a mérések kiértékelésével is. Hát az előző ábrához képest elég jelentősen változott a következő ábra, tehát itt van még mit csinálni. Illetve, hogyha megnézzük az amplitúdókat, itt megint csak azt látjuk, hogy a klasszikusok és a kettes típusú cefeidák is kirajzolnak így ilyen felső burkolót tulajdonképpen. Ennek a konkrét értelmezése még hátra van. De azt azért elmondhatjuk, hogy nem tudjuk megkülönböztetni sajnos ezzel a módszerrel a két típust egymástól, pedig úgy tűnt, hogy igen. Azt kell mondom, hogy nem. Sajnos nem. De ez is egy eredmény. Érdekes lesz egyébként kideríteni, hogy miért rajzolnak ki itt is, meg a periódusnál is egy ilyen burkolót. Tehát ez egy érdekes eredmény. Jó, és akkor nagy tudományos konklúziók helyett inkább mutatok pár képet arról, hogy ezeket az eredményeket témavezetőmmel is még egy fiatal kutatóval a tanszékünkről bemutattuk most nyáron, hát késő nyáron Aveiroba a Precision Spectroscopy in Astrophysics nevezetű konferencián, és ez egy torta, amit látunk, és amit látunk rajta ez itt, ez tulajdonképpen a konferenciának a vétképe, tehát ez volt mindenhol a konferencián, és akkor ezt így rátették egy tortára, tök érdekes volt. Egyébként itt ezen a konferencián nagyon sok mindenről volt szó, az volt a cím, hogy Precision Spectroscopy, és kiderült, hogy itt ezós emberek jöttek, meg tudom én, ilyen 10-20, nem tudom én hány méteres távcsöveken mérő emberek, meg mindenről beszéltek, tehát konkrétan mi is bemutattuk az eredményeinket, ami a pulzzel a változó csillagokról szólt, de az emberek többsége most az exobolygókkal van elfoglalva, tehát az exobolygók a menő téma. Jó, és akkor elvittek minket az óceánpartra, mert hogy Aveiro ugye az óceánparton van, ezek itt mind csillagászok, és mind szeretik az óceánt. Nem is ütlenek. Tessék? Nem is ütlenek. Mert nem volt szabad bemenni. Nagyon nagyok voltak a hullámok, és tilos volt fürdeni. Ha nem tudom ki. A jó, láttunk flamingókat, és egyébként ez a rész, ahol voltunk, ahol elvittek minket kirándulni, ez egy nemzeti park része volt, és ott voltak ilyen flamingók, valamit bókláztak a homokba, valami kaját kerestek. Aztán elmentünk Lisszabonba, mert hogy onnan indult a gépünk, és hát egy csillagász jellegű fénykép, Lisszabon, kilátás, nagyon szép, nagyon jó, és azt hiszem, hogy a Vénusz láttuk. Hát nem azt hiszem, de a Vénusz láttuk, tehát tök jó. És Lisszabonban találtam még egy érdekes képet, ez simán az ajtón egy házszám. Csillagászati jellegű. Úgyhogy megköszönném a figyelmet, és ugye van kérdés. Kérdés, igen. Igen. Nem lehetett, hogy ha nem is tudom megkérdezni, hogy ez a kettes típus, hogy ott az ábrán, hogy úgy belül a kettes típuson belül két a osztály. Igen, tehát nagyon úgy tűnik, hogy van az a nagyon rövid periódus, tehát 1-3 napig, utána valamiért
a sebesség különbség lecsökken, és újra fel. Tehát ez egy logaritmikus skálán ábrázolt valami, tehát az a csökkenés az ilyen jelentős, és utána újra megnő. Igen, tehát lehet, hogy tényleg a kettes típusok azok így kirajzolnak egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen parabolát. De a klasszikusok azok biztos, hogy nem. Tehát ők egy ilyen burkolót rajzolnak ki. Tehát lehet még ezen dolgozni. Igazából az lenne a következő lépés, hogy valami tényleg komoly pulzációs modellel dolgozzon az ember, ami elég sok idő és energia. Igen? Egy érdekes adatról a periódusfényesség relációt. Igen. A kapcsolatos vagy a távolság mérés, hogy az a roppant távolság, hogy igen, igen. Vagy meghatározva ezáltal, nem is tudom már mennyi volt, nagyon sok. Igen, 56 millió fényév, én is el voltam képedve rajta. Hogy ez mennyire egyezik a eddig ismert, vagy más módszerűnök a doktor effektusra? Ennek konkrétan nem néztem utána, tehát én most így csak próbáltam bemutatni, hogy ilyet is csináltak. Próbáltam úgy fotorázni arra, hogy vajon mennyi lehet, amit eddig ismertünk, hogy egyezik-e. A legtöbb szabadkább válasz, hogy nagyságrendileg biztosan, tehát ha felejlődik a távolság skálába, én ott azt szerettem volna még kapcsolatban kérdezni, honnan a felejlődelítették ki, melyik galaxisban volt? N100. Hogy abban mennyi annak a cefalizálnak az elérhetődött, a abszolút szívem az X-10, ezt nem. Szerintem fénygörbéje van. De szóval mindegy, mert ez a plusz-minusz 6 millió fényév az nagyon egzotikusan kevés, szóval. Egzotikusan kevés. Igen, tehát ezt érdemes meggondolni, hogy egy távolság, tehát felállítok szóval van sok ponton, amit tudok mérni, és abban a legutolsó általában annak lesz a legnagyobb a hibája, szóval ez 56-nál ez a 6, hát ez olyan 10%, tehát nagyon kevés, szóval ez kicsit barátomnak a legalábbis. Nem tudom, lehet reklamálni a HST-nél. És kivel a HST-nél ez a csillagkodás tartozik a galaxishoz? De azért azt ki lehet deríteni, tehát azt le tudják ellenőrizni. Azt azt hiszem, le tudják ellenőrizni. Ez egy kutatás, hogy a fényesség reláció, hogy messze van ez a... Nem tudom, az elején említettek, hogy ez a levendációnak az alapjául szolgáló mérési és számolási eredmények például TDK dolgozatként is nagyon szép minősítést. Nem említettem. Köszönöm szépen. Hogy a Monika a hazai szakmai fórumok előtt is nagyon szépen szerepelt. Tavaly, ugye? Tavaly, igen, ki? Nem, vagy tavaly előtt? Nem tudom. Tavaly. Fogam. Jövőre lesz az a legközelebb a DJK, tehát akkor 2005-2009. Ja, igen. Igen. Ah, igen. Igen. Jó. Most csak annyit, hogy ábrának a jobb oldal azért hiányzott eddig, hogy általában ilyen hetes tápcsőidőket kapnak az emberek, akkor egy két hetes tápcsőidővel nem fogja a 106-os pedig. Hát igazából... Most olyan csillagokat fog megtalálni, aminek... Tehát a kertes típusú cefeidák lényeges adathalmaz az Schmidt-tól származik, aki 2004-2005-ben publikáltak, illetve hát tehát Schmidt-ék ezzel elég sokat foglalkoztak, illetve Peterson az ilyen új-zélandi kis csoport, akik lényegében úgy tudnánk összehasonlítani, mint a szegediek, tehát ilyen kis távcsővel valamit próbálnak hozzátenni a tudományhoz. Úgyhogy igen, tehát azért látszik, ez volt, és ez lett, és tehát más a konklúzió. Jó, de nem azért hiányoznak onnan csillagok, mert nincsenek csillagok. Nem, tehát ez egy mérési alatt nem volt. Száznapos kárcsú ideje valami. Így van. Kimérje az erfejére. Igen. De van még egy, amit főleg atyára nézek fél szemmel, vele szeretünk ilyeneket néha meditálni, hogy igazából ez a jobb oldali ára kicsit olyan most a... mérés ilyen adatfeldolgozás elmélet a szemszögéből nézve, hát nem tudom, nekem nagyon komoly problémáim vannak, hogy most mit ismerjen az ember. Hát amit te mondtál, hogy akkor a
fekete pöttyökre az volt, hogy van egy ilyen hőség. Hát igen, tehát ez... Úgy nézem, pontosan az a baj, hogy egy eléggé alul, mint a vételzet még mindig, tehát jóval több elemről kéne, hogy álljon majd az... De tehát igen. Ez úgy annyira lehet egy hibáltal erősen terhelt egyébként a vételére, az üres körülben, hogyha egy ilyen egyenletesen kitöltött fázis az üres körülben akár lehet egyenletes is, azt, hogyha ránézek, akkor két csoport van benne, ez még valami holmogorok próbálva ki lehetne mutatni, viszont azon gondolkodtam, hogy a fizikájukban lehet-e valami különbség, mert a másikon, amelyiken alulra nem a periódus, hanem a... Igen, az amplitúdó. Akkor itt viszont ugyanaz a burtó görbélyeket. Igen. Ez azt erősíti, hogy valami fizika is lehet. Még sokkal kevesebb a karikat, nem tudjuk. Tehát az a baj, hogy tehát ugyanazok az emberek, akiktől vettük az adatokat, ők például nem publikáltak amplitúdót, csak sebességkülönbségeket. Itt is 13 kör van, tehát az, hogy oda ne essen, ahol egyébként most nincsen, annak egészen kicsi a valószínűség. Meg tudod, milyen nagyon nagyban, meg nincsenek rajta a szórások. Most ez a rajta lenne, és ekkora az át. De nem, tehát a szórás, a mérés hibája az olyan 1-2 km per szekund. Igen, tehát azt megnéztük. Hát ez nagyjából az. Igen, igen. Igen, tehát, egy... Nem ekkora szórás bárokon. Mert jobban mondod azt, hogy ott inkább egy burkolóvás, attól lefele vannak, és csak ennyit tudunk állni, hogy attól külfele nincsen. Az igen, egyelőre így néz ki. Egyébként az a gond, hogy nagyon kevés mérés van, tehát én... ez az ár, ez nagyon zavarba, ez nagyon marra nehéz. Én biztos, hogy van azért nem fogalmazik úgy, amit te mondtam, hogy egy naptól a 10 nap felé, hogy ott becsökken, meg ízét, inkább jobban mondanám azt, hogy inkább lehet, hogy szinte egyetesen van kitöltve, és ezen az is lehet. Is van még mérve, és oda még nem esetleg fontos szóval. Tehát lényeg az, hogy még több mérés jött. Az mindenképpen, nagyon kérem. Na. Jó, akkor következő előadó? Igen, abszolút én vagyok. Ilyen képedet aztán is tudod akkor vinni, mert a Zsoltnak már nem kell az. Jó? Jó, csak utána Balázsnak megint ez kell. Megint ez kell? Vagy? Vagy ott akkor ilyen dökölt mutatja az anyagot? Persze. Persze, jó. Nyugodtan. Csak hol van a kis bigyója? Van hátul? Aha. Nem kell látni, elfügg az erre is. Jó, adj gondolod. Átadom neked. Tessék. És mutatópálcát is átadom, sőt, technikai eszközök tömkelegét átadom.